Jó reggel. Én innen hátulról közelítek, Anett előről, körbeveszünk. Te keltetted a nézőket, na mesélj, milyen érzés volt. És, hát ott is, igen, ott is. Hogy milyen volt? Milyen érzés volt, igen. Gondolom, hogy te is hiába... Még nagyon bennem van az ütés, tehát én nehéz egy picit róla beszélni. Jó volt, nagyon kellemes volt, nagyon sok izgalommal teli volt. Azt gondolom, hogy nagyot nem bakisztam. Bakisztunk, azt akartam, de Zsuzsi nyilvánvaló most nagyon benne van, tehát sok-sok évet csinálja. Azt gondolom, hogy rendben volt a dolog. Én belül jól éreztem magam, remélem, hogy a nézők is. Hiába vagy benne évek óta a szakmában, azért gondolom volt benned izgalom előtte. Régen csináltam ilyen nagy élőt, tehát igen, a közszolgálati tévében, illetve egy másik kereskedelmi csatornában csináltam sok-sok évig reggeli élő műsort, de most azért volt az életemben egy olyan 5 év kihagyás, amikor nem, amikor csak konzerv műsort gyártottam, úgyhogy hát ez egy más dolog. Azért én ezt mindig elmondom, hogy ez a szakma egyik csúcsa. Tehát élőben, 5 perces váltásokkal, különböző témákban megszólalni, izgalmasan, érdekes sem beszélgetni, azért ez egy komoly munka. Gyerekeit nézték? A kicsi üzent, igen, a nagylányom iskolában volt, ő nem tudta, a picinek ma szünet van, 11 éves, és ő rám üzent, hogy nézlek, apa, ennyit írt csak. De egyébként a legnagyobb kihívásnak most mit érde? Az, hogy ilyen korán fel kell kelni, vagy az, hogy visszazökkenni ebbe a nagyon nagy gyorsaságba, milyen korán? Ez is igazából, tehát a mokkának van egy tempója, azt is abban is egy kicsit így bele kell, vagy hozzá kell idomulni, de a korán kelés az nekem, tehát én nagyon esti ember vagyok, tehát esti éjszakai, tehát én éjfél előtt soha nem tudok lefeküdni, hát most kénytelen leszek nyilvánvaló, tehát át kell állítani a biológiai órát. Vagy nem, és napközben alszok. Hát vagy, igen, ezt majd ki kell tapasztalni, tehát most még nem tudom, hogy ezt hogyan fogom tudni beilleszteni az én kis eddigi életrendembe, de majd kialakul, tehát ez majd adja magát. Hát meg otthon a családdal gondolom egyeztetni kell, ilyenkor mi lesz a reggelekkel például, vagy hogyan alakítottak? Igen, ugyanállunk, a két gyerek közsuliba megy, hát most ezt a párom átvállalja, át kell vállalnia, tehát nincs más megoldás, úgyhogy, de hát délután meg már én megyek edzés, stb. Ha csak nem alszom. Igen, viszont a délutáni műszakot. Nagyon kevesen tudják, hogy matematika tanár voltál, és ráadásul elég hosszú ideig. Hát a lelkemben még mindig az vagyok, ezt nagyon nem tudom elengedni, képzeld el, vagy képzeljétek el, mert ezt én annyira szerettem tanárnak lenni, hogy nagyon-nagyon jó. A fülemre közben, hogy fotót mutatnak róla. Fotót mutatok, hát igen. Fölteszem a kukkert, hogy lássam. Ez gyakorlatilag az első évek egyike, igen, itt kezdtem, ezzel az osztállyal kezdtem, igen, ők akkor harmadikosok, nem, őket vettem át másodikba, tehát ez a második évem iskolában tanárbácsiként, és ez úgy kezdődött, hogy én csak a tanítóképző főiskolát végeztem el az elején, és éppen emiatt az osztály miatt végeztem el egy kiegészítőt, ugye a tanárképző kiegészítőjét, hogy őket elvihessem egészen 8-ig. Tehát ezt annyira megszerettem ezt a csapatot, hogy éppen ők voltak azok, akik miatt rávettem magam, hogy tanuljak. Szigorú tanárbácsi volt-e? Igen. Mondjuk matekban nem lehet nem szigorú. Szigorú, de a legnagyobb elismerés az, amikor egy matematika óráról, amikor kicsöngetnek, akkor nem kiözönlik mondjuk a 7.-8. osztály, hanem ülnek tovább, és nekem kell szólni, hogy egyébként 5 perce kicsöngettek. Tehát nagyon szerettük egymást a gyerekekkel, szigorú következetes tanár voltam, de amikor az volt, hogy lazulás, akkor lazuljunk. Tehát csináltunk olyan órákat például 7-ben, hogy ma tegyél mindenki a könyvet, füzetet, nem tanulunk, beszélgetünk egy jót. Tehát kell néha egy ilyen kis kikapcs. És hát akkor a következő órán... Az a tantárgy, amit hogy annyira nem szeretnek a gyerekek. Tehát nagyon nehéz úgy tanítani. Én egy olyan elvet képviseltem, amikor tanítottam, hogy megpróbáltam addig nem tovább menni az anyaggal, amíg, hát most azért ez nyilván picit sarkítom, amíg minden gyerek azt nem mondja, hogy igen, értem, mehetünk tovább. Tehát nálam kevés egyes volt. Tehát én arra törekedtem, hogy átadjam az anyagot, megtanítsam nekik, és megszerettessem velük ezt a tantárgyat. Nem volt könnyű. Nem volt könnyű. Mellette ott van a sport az életedben, ami legalább mondjuk ennyire eleven, mint mondjuk így a matematikának a szeretete. Hát a sport az végigkíséri az életemet, igen, a másik nagyon fontos dolog. Én 8 éves korom óta versenyszerűen sportolok, amennyiben a labdarúgás annak számít, én nekem ez nagyon nagy szerelem, és hát ma pedig ez úgy köszön vissza, és egy picit összekapcsolódik a pedagógus múltammal, hogy egy labdarúgó egyesületnek vagyok az elnöke, ahol 200 utánpótláskorú, 170 utánpótláskorú kisrácot tanítunk focizni, de egyébként az egész egyesület meg 260 fős, de annyi igazolt játékosunk van. Ez egy nagyon nagy boldogság most az életemben. Nagyon szeretem. Gyerekeidet is egyébként motiválod a sportra, vagy nem is kell? Hát a kicsi ebben az egyesületben focizik, nagyon ügyes, nagyon tehetséges. A nagy lányom most éppen elengedő, 15 éves, ő elengedte a sportot, egyébként egész eddig életében az RG és annak válfajait űzi.
Krisztát, tehát ő is benne van a mozgásban, és az egész családunk ilyen mozgásos. Na itt a négy gyerkőc, hát Bencét mindenki ismeri, gondolom, tehát ő egy országosan ismert figura, a picival legfölül, ő 11. Ez Münchenben készült, nem? Ez Münchenben készült, igen, jártál már, igen, akkor igen, meg kell fogni az agyalát, és akkor szerencséd lesz. A nagylányom, ő még mindig Németországban él, egy Münchentől nem túl távoli pici falucskában a párjával, egyébként ő is babát vár, tehát most nagyon egy újabb unoka elé nézünk. A kisebbik lányom pedig 15, ő gimnazista. Ez egy picit régebbi kép, de úgy gondoltam, hogy olyat hozok nektek, ahol mind a négy gyerek így egy képen ott van, és akkor meg tudjuk őket nézni. De ritka pillanat, nem? Ritka pillanat, igen, sajnos nehezen tudjuk így összehozni őket. Ez nem is tudom, ez ilyen 2-3 éves fotó, de ez egy nagyon kellemes kis kirándulás volt. Arról az érzésről mesélem, hogy most már mindjárt kétszeres nagypapa leszel. Maga ez a szó, hogy nagypapa, hogy ez felfogható egyébként? Ez olyan szinten nem fogható fel, hogy én nekem annyira más az életstílusom, az életvitelem, hogy én, tehát most a picivel együtt voltunk, hétvégén találkoztunk a Bencékkel, és nekem nehéz kimondani azt, amikor a pici ott van előttem, hogy na mit hozott a papa? Tehát ezt így kimondod, és így szembesülsz, hogy várj egy picit, ez én vagyok? Egyébként, mert ugye nekünk a családban az én apukám a papa, őt is szólítjuk így, hogy papa így, papa úgy, gyere papa, gyere mama, és most én lettem ki az. Ki kell találnod valami új nevet? Nem tudom. A Bence egyébként nagyon sokáig mi együtt fociztunk, és ő lacizott engem. A pályán Lacinak hívott, hogy egyértelmű legyen, meg hát hogy mégsem legyen cég, hogy apukámmal együtt focizok, és nagyon sokszor Lacit mondott. Tehát ezt elengedte már azóta, de hú, nagyon furcsa, ezzel nem nagyon tudok egyedre megbarátkozni. Vállalom, abszolút, tehát büszke vagyok rá, de magával ezzel a fogalommal, ami ehhez tartozik, hát ez annyira távol áll tőlem, hogy... Laci bácsi. Már a Laci bácsi is, igen. Hány éves korodban lettél apuka? 23 először voltam, amikor a Bence született. Akkor nagyon fiatal. Hát gyerek voltam, ezt bátran kijelenthetjük, tehát a gyerek kezében volt egy másik pici gyerek, van egy olyan fotóm, így most mai szemmel megnézem, és azt mondom, hogy Jézus Mária. Tehát, hogy ezt én hogy gondoltam, de egyébként azt kell tudnotok, hogy én egy annyira apuka vagyok, annyira gondoskodó apuka, hogy 23 évesen, és ez most ez kicsit öndicséret, én olyan felelősséggel álltam a gyerekeimhez, hogy a pelenkázástól a fürdetésen keresztül, és tehát így apuka voltam. És egyébként pont valahol nyilatkoztam is, hogy amióta az eszemet tudom, apuka vagyok, úgyhogy nem is tudom, hogy milyen az, hogy nem apukának lenni. Hát tehát, most, amikor itt vezeted a műsort, akkor. Hát igen, akkor jó, nyilván ezek a kis kilépők meg szerepek. De csinálsz reggelit egyébként nekik, hogy vagy? Nem, azt a feleségem bevállalta. Tehát sok mindent csinálok, tehát hozom, viszem őket, nagyon-nagyon sokat vagyunk együtt, de ezt a feleségem csinálja. De akkor most sokkal érettebben tudsz hozzáállni mondjuk a nagypapasághoz, ugye? Tehát nekem ezt mondták korábban, hogy ez egy, majd meglátod, hogy ez egy másfajta érzés lesz, hogyha nagypapa leszel, és mondtam, hogy hát nagyon más nem tud lenni. Hát és? Az egész életemet végigkísérték a gyerekek, imádom őket, és de. Tehát ezt nem tudom nektek megmondani, és ti még ehhez tényleg fiatalok vagytok, de majd ti is megtudjátok, hogy amikor ott van az a pici, akkor valamitől ez nem feltétlenül boldogabb érzés, de valamitől mégis egy picit más, és majdnem, hogy ki kell, hogy mondjam, hogy de egy picit boldogabb. Lehet, hogy azért, mert nincs rajtad az a felelősség, és tényleg csak szeretni kell azt a kis tök fejet, a szülei meg majd nevelik, de valamitől tényleg egy picit olyan melegebb az egész. Hát én megzabálom ezt a kis embert, komolyan mondom, ahogy ott van. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Köszönjük szépen.